שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, כרך י' ב', קטעים... מי הזוהר מדינקינק, אם אומשונק, תיזן קטש קטעת ב... היו איש הגונוס, רבונות כזו, אידי איזה תקת פונק ולאובשני, קירשכת הקיול דן הקבלת אבן קרסטול, הקיבסות קירשכת קירשכת שוגרוז ולצקי שורם. זוהר מדינקינק, מודיק הזו, זה סמות נגצר, יו איש הרוס, יו איש הגונוס בוצ'נות. A fény, tehát a várakozva a fényre, 64-es pont. Ki, aki annyira bölcs közöttetek, hogy a sötétséget fénybe fordítja, és ki az, aki az keserű érzést édessé teszi, még mielőtt megérkezne ide, és mégis mielőtt életbe lépne be a világba. Ki az közöttetek, aki minden nap várja a fényt? Ragyogva várja a király látogatását, és minden alkalommal csak felemeli a király dicsőségét, amelyet a királyok királyának neveznek a világban. És az, aki nem ezt várja minden nap, hiába lép ebben a világban, hiába él ebben a világban, nem részese ennek a világban. A gonosz és a büntetés azok érdemekké válnak és előnyökké. 138. A jutalom és a büntetések irányítása által a Teremtő mindent úgy készített fel, hogy végeredményben mi valóban a korrekció végén mindent elnyerjünk a teremtés gondolatából, és az összes ember arra van kényszerítve, hogy az összes kapni akarási edényét korrigálja adományozási szándékkal a Teremtő irányába, ahogy írva van. Az Úr mindent a saját célja érdekében tesz, ahogy az a kezdetekben is meg lett teremtve. Ezzel egy időben egy hatalmas zivug az Atik Yominban megjelenik, amelyben megjelenik a bűnbocsánat a szeretet által, ahol minden bűn érdemmé fordul, és minden jó pedig hatalmas jóvá válik. Ezzel egy időben az ő személyes gondviselése feltárul az egész világban, mindenki számára láthatóvá válik, hogy ő cselekszik egyedül, ő az egyetlen cselekvő, ő marad az egy cselekvő, és az összes cselekedet ő hajtotta végre korábban. Ez azért van így most, mert ha egyszer a gonosz és a büntetés előnyé válik majd, és érdemmé, akkor válik lehetővé, hogy elérjük az ő cselekvő erejét. És akkor most alkalmassá kell válnunk az ő kezei munkájára, és ezért áldani kell és dicsőíteni azokat a képzeltbeli gonoszokat és büntetéseket, amelyek a mi időnkben felmerülnek. Kérdés, mondja Rav. Vaprósz, mondták a fülemre. Tehát minden egyes alkalommal ugyanabban a történetben vagyunk, tehát a bűn érdemi válik. Hogyan történt ez meg, mondja Cika? Nem értem. Nem értem az egészet. Hogy válhat a bűn érdemé? Gyakorlatilag a világban csak jó erő van, nem? A Teremtő. Nincs más rajta kívül. Hogy hogyan fedezheted fel a Teremtőt és a Teremtő jóságát, te, mint teremtett lény, nyilvánvalóan másolattá kell válnod, a Teremtő minőségét magadba kell lelned. Tehát, mert magában nincs negatív erő, ugye? Beszéltünk már erről. Hanem a hiány létezik, a feltárolás hiánya, és ezáltal valóban, ami feltárul bennünk, az a negatív erő, egy negatív érzékelés, mindenféle zavarok, negatív helyzetek, ez a feltárolás hiánya, amely teremtő megjelenésével jelenik meg bennünk. Tehát a teremtő megjelenésének a hiánya fokozatosan jelenik meg, fokozatosan fedezzük fel az ő gondviselését, és akkor eljutok egy olyan állapotba, hogy valóban vissza kellettek vezetni mindent. A teremtőhöz, és valóban állandóan arra kell gondolni, hogy minden rosszat jónak érezhettek, ha a teremtő keresztül érzékeitek. Ezért fokozatosan fel kell fedezni, mondja Rab, hogy nem a testi jót kell itt megragadni, hanem a teremtőn keresztül kell elfogadni azt, hogy mindentől érkezik, az adakozás és szeretet elfogadása ilyen módon, valami teljesen új érzése alakul, ami nem a valósághoz kapcsolódik.
voltam, ha utazok. És amire képesek leszünk feltárni ennek a lényegét, és elfogadni azt, hogy ez fölötte van minden jónak vagy rossznak, akkor fogunk eljutni oda, hogy valóban a teremtőnek tulajdonítjuk a teljes teremtést. Oké, na de hogyha én rosszul érzem magam, én egy bűnös vagyok, hazug disznó, akkor a lehetőségem arra, hogy igazá váljak, az nagyobb, mint bárki más, ezt nem értem teljesen. Tehát, hogyha ez igaz, amit ön mond, akkor egy nagyobb bűnös vagyok, annál jobb, nagyobb megváltást értek el? Nem. Azért a probléma az, hogy nincsen se bűnös, se igazult, megigazult ember. Mi csak egy darab anyag vagyunk, a teremtés anyagából a kapnakarásból, és amit látszolgat külön, az messze nem az igazság. Tehát valójában fölé kell emelkedni egy valóságérzékelésnek, ami teljesen ellentétes, legyen jó vagy rossz, teljesen mindegy, milyen módon, ami feltárul. Nekem azt kell meghatároznom, hogy végső soron én egy bábú vagyok, egy baba. Tehát nyilván itt egyfajta benyomást kell kapnom mindenből. És a legfontosabb dolog a számomra, hogy valóban ezen a benyomáson belül elérjek egy állapotot, ahol felismerem a teremtőt, magát. Erről van itt szó. Tehát a teremtő létrehoz bennem egy új vágyat, amin keresztül érzékelhetem az összes formát, a jót és a rosszat, és a jó és a rossz nélkül is kaphatok egy új karakterisztikát. Tehát ilyen módon Maestro. Yes. Sí. Va a marle maestro. Na gyorsan. ¿Quién? No, no. No tengo ninguna duda que cuando se estudia el Zohar uno tiene que estar intencionando en todo el proceso que vive. Español, kérdés. Tehát nincs kétségem, hogy amikor amit tanulunk, mi mindig a barátok között kell megtennünk. Y otros momentos sí podemos entender y usted explica, los amigos hacen preguntas. איך אפשר להסביר לעצמנו שלפעמים שומעים את הזוהר ולא מבינים שום דבר? Tehát literal la enseñanza y cuál es una profundidad espiritual que solamente tenemos que intencionar o son los cabalistas a través de su trabajo y conexión espiritual lo determinan. בקיצור, האם זה ככה מתוכנן מהזוהר שאנחנו מבינים? אתה תראה בידם. ככה את ההדרכה ואת הרשות של הזוהר, מה שנותן לנו? או שיש כאן... תהת להתיוק הזוהרבו, הוא יתה... A Zohának az irányítása valóban a többi tanulón keresztül tárul föl nekünk. Egy olyan fajta dologban vagyunk, nem értjük pontosan, hogy mi történik. Nem értjük azt sem, hogy nem is érezzük teljesen pontosan, hogy mi történik. Tehát valóban látnunk kell, hogy ebben a világban nincsen logika ám. Tehát hogy mit hogyan lehet megragadni. Tehát semmi rosszabb állapot nincs, mint az, ahol nem vagyunk formegyedésben ezzel a dologgal, tehát nekünk valóban ez a teljes valóságot úgy kell megragadnunk, hogy most úgy kell kezelnünk, hogy ez a belső szemetünk tulajdonképpen, balagánnak mondják éberünk. Tehát a belső kuplerájunk. És amit én látok magam körül, valóban az a belső rendezetlenségünk. Ezért
az egész világ, az a csoport felé vezet engem. A csoport és a belső világ, a belső világunkban a csoport egy kicsi sziget, ahol valóban másképp tudom magam elrendezni, ahol mintha az otthonomban lennék, mintha egy olyan helyet találtam volna, ahol önmagamat másképp tudom stabilizálni, le tudok válni az egész világról. És ugye nagyon sok zavar merül föl, és mégis önmagamat helyes módon stabilizálom, rendezem el a teremtő irányába. Azaz valóban van a csoport, amelyen belül a barátok által a helyes irányoltságot adunk egymásnak, és a teremtő felé fordulunk, és akkor, amikor a világ fele fordulunk, akkor valóban a világnak én adom ezt a formát, és ezáltal befolyásolom a világomat, a világom pedig engem. Tehát a legfontosabb dolog, hogy mindezt úgy tegyem meg, hogy a teremtőnek az ereje, amely a szeretet, valóban az egész belső világomra kiterjedjen. Ez az, amit nekem tennem kell, hogy az saját belső világom összes eleme közötti kapcsolat az Isten legyen. És akkor az az eszköz, amin keresztül helyes módon kialakítom a kapcsolatot az elemek között, azaz a barátok között, amit spiritualitásnak fog nevezni a csoportban. Tehát nyilvánvalóan mindenki egyenlő, mindenki segít, mindenki egységre törekszik. A felső erő köztünk lesz, köztünk van. Ez egy eszköz, ahol a felső erő, a fény megnyilvánult, tehát nyilván egyetlen erő működik, azonban mindenféle megjelenési formája van, mindenféle formában nyilvánul meg, és ezért nagyon sok néven illethetem ezt az erőt. Tehát, a mi állapotunkban meg kell szereznünk azt a képességet, ahol a viszonyt korrigáltam köztünk, az erőn keresztül, amely nincs még a világunkban, ez messziről ragyog ránk, ez a jövőbeli állapot, és mint egy mágnes, ami távolról befolyásolja a vasvezeléket, ugyanezt kell éreznünk. Ez egy erő, amelyet úgy nevezünk, hogy körülbelül fény. Tehát ez egy távolról való ragyogás, amely befolyásol bennünket, ahol valóban a kabbalisták ajánlásainak megfelelően hiszen elolvashatjuk, amit ők leírtak erről, nyilván nem nagyon értjük először, hogy mit írtak. Nekünk meg kell szervezni magunkat először, hiszen mi egy törött világban lakunk, ezért mi kértelek vagyunk először megérteni, hogy miről írtak, hiszen őket teljesen másfajta sorrendben írtak, mint amiről beszélünk. Tehát valóban odaadnánk az ő írásaikat egy törzsnek mondjuk az Amazon őserdőben, nem értenek bele semmit, tehát tehát itt mindenféle csoportnak megvan a saját nyelve, legyenek azok tudósok, vagy egy zenekar. És ha megnézzük, akkor legyen egy jól elrendezett törzs, amelyik Amazoniában is semmilyen kapcsolatos a világgal, annak is megvan a saját nyelve. Tehát amikor olvassuk a Zohárt, akkor nem értjük, hogy mi oda leírva ám. Egy büdös szót sem értünk belőle egész pontosan, magyarabb. Tehát nem értjük, hogy miről beszél, mert egy másik világegyetemről beszél, egy másik világról. Sőt, a helyzet még ennél is rosszabb, mint egy amazoniai törzsnek a saját nyelve, hiszen valamilyen módon ők ugyanabban a világban élnek, mint mi.
Azonban a kabbalisták, amiről írnak, az egy tök más világ, amely még nem létezik a számukra, elérhetetlen. Ezért a teljes tanulásunk az annak érdekében működik, hogy reformálóként magunkra húzva közelebb kerüljünk ehhez a világhoz. Csak ezért. És nekünk folyamatosan ismételgetnünk kell a magyarázatot, amit kapunk tőlük a kabala bölcsességén keresztül. És csak azért vagyunk a kabalában, hogy felemeljük a reformáló fényt, ugye ezt tanuljuk. És ezt a fénynek a forrását nevezzük Tórának. Miért? Miután ez a mi természetünkről beszél, a gonosz hajlam megteremtéséről, és arról, hogy ezt hogy lehet megváltoztatni, ennek az irányultságát. Tehát ezért mi egy teljesen új valóságérzékelés felé haladunk. És ilyen módon felfedezhetünk mindent, amiről szól ez az egész történet, és azért a valóságérzékelésben fölemelkedtünk a mi világunk fölé. Oda, ahol a kabbalisták, amiről a kabbalisták írtak. Ezért én a mi tanulásunkat nem úgy tekintem, hogy tudást tanulunk, nem, egyáltalán nem, mi egy gyógyszert kapunk. Tehát nem bölcsességet tanulunk, hanem Tórát, a Tóra egy erő, amelyen keresztül amely korrigál engem, amely gondoskodik rólunk, ez a Tóra maga. Az ember, aki a Tórát tanulja, az semmit nem tud semmiről, de mégis a Tóra tanulása minden megváltoztat benne. Alig, hogy tudná. Tehát nyilván az eléréséből fog tudni mindent. Ha nincs elérés, akkor lényegtelen, hogy mennyit olvasott, mennyit tanult, és mennyit tud, semmi nem fog változni. Ez az, hogy nekünk meg kell közelítenünk a Zohárt és a tanulást. Fordítás, megint valami külföldi már. Orosz. Orosz. Az ön magyarázata. Alapján a Zohárból kapunk, az egy állandó állapotról áradó fény, ami felé törekednünk kell. És a workshopon volt egy kérdés. Hogy hogy tudom így gyakorlatban élni a workshopban? Hát minden alkalom az életed minden percében abban kéne lenned, magyarabb. Tehát, akkor mi is az, ami még több fényt vonz be a workshop során? Az, hogy a választ keresem, amikor egymást fedezzük fel, egymásban felfedezzük a választ. Vagy ha valóban törekszünk a nincs más rajta kívül állapot megérésére és az örömokodáson a teremtőnek, és megpróbáljuk ezt az állapotot fenntartani. Ez a lényeg. Ez a legmagasabb pont, amire törekedni kell, hogy adok örömet a teremtőnek, hogy adok a legnagyobb örömet a teremtőnek. Ez a lényeg. Tehát neked folyamatosan ezt a pontot kell fejleszteni. Neked állandóan ettől a ponttól kell függened, ehhez kell tapadnod, ehhez a ponthoz. És mit teszünk ennek érdekében? Annak érdekében, hogy valóban ebben az állapotban legyünk, hogy a legnagyobb örömet legyünk a teremtőnek, legyen minden jó, legyen jó vagy rossz, mindent ugyanannak a pontnak tulajdonítunk. És ennek a pontnak mentjén állandóan cselekedünk ebben a világban, de világosan tudjuk közben, hogy bármi, amit teszünk, azt azért tesszük, hogy ehhez a ponthoz kapcsolódjunk, vagyis ahhoz, hogy mikor tudunk, hogy legjobb mértékben szabadni vele. Tehát mindenek előtt ezt a végső cselekedet és a végső cselekedet és a kezdeti gondolat, ami tulajdonképpen bele van foglalva a másikba. És ez bár a szólam elmagyarázza nekünk egy házépítéssel. Tehát nekem már megvan a végső formája a háznak a tervekben, és amikor elkezdem megvastani, akkor a végső megvalósulás a kezdeti gondolatba bele van foglaltatva. Tehát nyilvánvalóan a cselekedet vége benne van a cselekedet megelőző tervbe, gondolatba. Tehát a kiinduló gondolat minden tartalmaz. Nyilvánvalóan ez egy belső cselekvés sorozat jelent, ahol ezt a tervet befordítom valóságra. És
Ez nyilván kell egy eszközrendszer, egy belső GPS, tehát nekem állandóan a cél felé kell navigálnom, magyarok. Olyan, mintha itt lennének utak, amelyek között választhatók, de ez egy másik probléma. Raf, usted nos ha enseñado que tenemos que trabajar en decena y bajar la spanyol kérdés. Ön azt mondta nekünk, hogy nekünk a tízes körökben kell dolgozni, és ezen a módon kell bevonzanunk a reformáló fényt. Annak érdekében, hogy minden gyűlöletet és válságot korrigáljunk a világban. És ebben az esetben nekünk ezt a tízes körön keresztül kell megtennünk, vagy a teremtőn keresztül? Természetesen kizárólag a tízes körön keresztül fordulhat a teremtőhöz. Azonban ez nagyon fontos mindenki számára, hogy valóban a helyes állapotost formáljuk meg, hogy ne... Tehát ugyan körülötted a színpadon sok szereplő van, akik egy bizonyos fajta játékot játszanak, és neked ugyanezen a helyen, ugyanarra a játékra van szükséged egyfelől, hogy valóban, mint egy színművész képes legyél cselekedni, és ezt a játékot így járt, másfelől pedig érezd, hogy ez egy olyan játék, ahol valóban az egész játék téged összetapadásra visz a teremtővel, mert valóban a teremtő menedzsel minden, tehát minden a teremtő által van irányítva, az egész játék, az összes színész, az összes szereplő, ő általam a mozgató, és el kell jutni egy olyan állapothoz, ahol az ember fokozatosan mindenki kapcsolódik a játék összes szereplőjéhez és a teremtő játékához, és minden egyes alkalommal, amikor leválik erről a játékról bármilyen oknál fogva, akkor elveszed a kapcsolatot a teremtő és az összes többi szereplő irányában, akkor azonnal fel kell sikítani és felkiabálni a csoporthoz. Tehát akkor hirtelen a zenekar más játszik, mint te. Tehát azt fogod észre, hogy te neked már tök más kottából játszol, és azonnal meg kell próbálni visszatérni a teremtővel kapcsolatban. Nyilván ez azt is jelenti, hogy a te ellenségeid, vagy azok, akik szeretnek téged, bármit, bármilyen is legyen itt szó, ezek mindezt a folyamatot szolgálják. Tehát minden a teremtőtől árad ki, aki engem ezen a módon kötelez arra minden részlettel az életemben, ahogy felé forduljak és vele tapadjak össze. Én mondja, valóban erőfeszítést szeretnék tenni az irányába, és így kell örömet okozni a teremtőnek, tehát így kell a két síkon játszani egyszerre. Tehát mindenkivel ezt a játékot kell játszanom, hogy valóban ez a játék helyesen legyen megszerezve, hogy valóban ebben a világban szokássá váljon, ami történik, és ementén én valóban a teremtőnek tudja tulajdonítani mindent, és ilyen módon én felemelkedjek ennek a világnak a síkja fölé, a felső világhoz. Találtál valami idézetet? Gondolom, itt Janibnak szólt. Így van. A 17-es levélből Bála Szulámtól, ő ahol azt mondja, Isten a gemátriában a természet, a teva, és az embernek a természet, saját természetén mentén kell megváltozni magát, amely egy korporális rendszer, és más testekkel kell összekapcsolódni ezen keresztül, azonban hinnie kell a Hawaiian névnek az erejében, a személyes gondviselésben, és ezeket egyszer kell kapcsolni, és akkor ezek egyé válnak a végén, és ezáltal ő hatalmas örömet okoz a teremtőjének, és hatalmas ragyogást hoz az egész világba, aki ezt megteszi.
Hát, nem, van egy kicsit, mert több is, mint amit erről beszéltünk, de egyébként, amit leírt, az jó. Mikrofont és fordítást. Akkor orosz. Kérdés, kedves Rav. Én szeretném folytatni a barátok kérdését. Mire kell fókuszálnunk? Hogyan tudjuk csapást mérni erre a pontra, a barátok irányába segíteni a tízes körömet? Hogy mindenkinek tudjon segíteni, hogy valóban ebben a közös kölcsönös összeadási pontban legyünk, hogy boldog átadjuk a teremtőt. Azáltal teszünk, hogy boldogá, hogy a teljes valóságunk megváltásra törekszünk, mert abban a valóságban benne vagyunk, azon túlmenően nekünk fölé kell emelkednünk minden probléma fölé, tehát valóban ebben a világban kell elkezdenünk ezt az emelkedést, és a teremtő segítségre szükségünket. Ez a pont, nyilvánvalóan a barátokatnak is átadható, és együtt fogunk ezen dolgozni helyesen. Ezt nevezzük úgy, hogy elértük az, hogy nincs más rajta kívül, mint egyes állapotban. És később pedig a tanulással együtt, mindenkivel, amikor valóban egy kollektív állapotba kerülünk, amit csoportnak nevezünk, hogyan? Minden állapoton keresztül, amit kilépési pontnak nevezünk, jutunk el annak a megértéshez, hogy mi is a teremtő valójában. Tehát én a teremtőt tanulmányozom, azonban pontosan azért, hogy egyensúlyba hozzam magam az ő segítségével, az összetapadással, és ezt nevezzük Zionnak, ami azt az állapotot, amely kilépés a törésből, ugye az Zion. És ez az, ami más erőket ad nekem a belső törés felett. És valóban ez Adam Harishon és köztem lévő kapcsolatot ad meg, ugyanis megérzem, hogy mi az, ami el van törve Adam Harishonban. És akkor minden zavarom, minden problémám, minden, ami nekem nem jó, az azért történik, mert Adam Harishonban ott törés volt. Tehát én abban az állapotban vagyok, ahol ábrázolhatom azokat a helyeket, állatokat, ahol én ugyan zavart vagyok, és tudnom kérni is más rajta kívül, és pontosan ezáltal tudok a teremtőért dolgozni. Ez az, ahogy ez működik. Nincs más módszer. Tov, az nem sik, Zohar lefanek. Na, mondja Rav, akkor itt van a Zohar, az órunk előtt, folytassuk. Na, sok nincs benne. Tehát még egy kapcsolat van köztünk, ahol minden állapotot a teremtőnek tulajdonítva a tízes körben való munkával. Mi kapcsolja ezeket össze? Nem értem a kérdést, mondja Rav. Hát de mi az, ami nincs összekapcsolva ezzel? Mi az, ami nincs kapcsolat ezzel? Hogyha a tízes nem a teremtő, akkor nem te tízes. Tehát a tízes, mondja Rav, az tulajdonképpen egy, és ami egy, az a teremtő. Tehát nem tudsz tízes kört összekapcsolni, hogyha nincs benne az egység. Hát a teremtőt kell meglátnod a mélyén ennek. Oké, na de akkor ezt az állapotot ábrázolva, nyilván ez a tízes körben való új megnyilvás jelent, akkor ezzel szerint egy tízes körben kell valami csekedet végrehajtanom, vagy a saját belső attitűdömet kell megváltoztatni. Mekkora megérteni, mondja a srác, hogy hogyan kell mindent a teremtőnek tulajdonítani a tízes körben. Nem értem, mire gondolsz? Hogy minden, ami feltárul, amiért felsírok, hogyan vagyok képes ezzel belül a tízes körben együtt dolgozni? Aminek kell itt történnie, mondja a srác. Annak kell történni, hogy a teremtő feltárul köztetek. Hogyha ti ezen a módon vagy azon a módon ellenem mentek valakinek, vagy valaki ellentek megy, az a teremtő feltárása köztetek. Ilyen módon. Egy negatív módon. Oké, mondja a srác, de akkor mondjuk nem valaki a tízes körből.
Ha nem valaki, aki nem a tízes között kapcsolódik. Miért nem, miért nem a tízes között kapcsolódik? Mondjuk, mondja a srác. Tehát ezért vagyok kíváncsi, hogy hogyan kell a tízes között viszonyulunk, ez a kérdésem lényege. Tehát hogyan lehet az, hogy a világban bármely esemény hat, ellenére is én a tízes között kapcsolódjak. A tízes kör belső világához, így van. Hát ezt a teremtő feltárásának mondja Ralf, amikor megérted azt, hogy mindent hogyan kapcsolsz össze egybe. Hát a negatív vagy pozitív módon. Hogyha egy tízes körben vagy, és valami rossz tárul föl, negatív, nyilvánvalóan az egy erő, amely a teremtő ellenében van látszólag, de valójában ő van mögötte az ilyen negatív megnyilvánulásoknak, az egy negatív másolata az ő minőségének, hogy hogyan lehetséges ez, mondja Ralf. Ez a te állapotnak megfelel, a te vágyad állapotának megfelel a lehetséges. Oké, na de akkor nekünk, hogy lehet egy pozitív másolatot készíteni, ez a mi munkánk? Természetesen vagyok. Annak érdekében, hogy visszavezetődjetek hozzá, nyilvánvalóan a rosszat jóvá kell tenni. Nincs más rajta kívül. Menjünk át a leszke következő részére. Előtte, miért ezt megtesszük, énekeljünk egy dalt együtt. Shall hear, that's all we know, there's none else besides him, and we won't let go. Desert into a new land. Whoa.